Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Árcalan Társalgó Galériában. Nagy örömünkre, és szokás szerint most már mondhatom az online technika segítségével, hibrid megnyitó alkalmából, egy időben az online térben is. Borsos Eszter vagyok, az Estházi asszonya. A mai est főszereplője azonban a kimagaslóan tehetséges kiállító művészünk, Esebánki Ákos, és az ő rengeteg Out of Darkness című tárlata. A táblaképekkel körülvett installáció, avagy a fókuszba helyezett áttetszőség adja a mai kiállítás megnyitó sava borsát. Bízom benne, hogy erről is hallunk majd hamarosan dr. Nemes Gábortól, akinek személyében kollerál az építőművész, a festőművész és a tudós. Szeretném is megkérni gyorsan, hogy legyen kedves megnyitni a kiállítást. Köszönöm. Akkor szerintem most már hallható vagyok. Elnézést, olvasni fogom, mert számomra így egy kicsit egyszerűbbé tenni, és nem fogunk nagyon elkalandozni, és akkor megígérem, hogy nem leszek túl hosszú sem, és nem élek vissza az Önök idejével. Tisztelt megnyitó közönség! Először is kérem, nézzék el, hogy ahelyett, hogy egységes és koherens elméleti keretrendszerben értékelném aprólékosan Esebánki Ákos művészetét, legyen az inkább majdan monográfus a házi feladata, néhány szubjektív gondolatot vetnék fel inkább, amelyek mentén esetleg érdekes lehet végig gondolni a falakon látottakat. Úgy is mondhatnám, verbális macsetémmel ösvényeket vágok, vizuális rengetegben, melyeken aztán ki-ki belátása és választása alapján elindulhat, rábízva, hogy az utat kényelmesen kék túraként sétálva, vagy tájékozódási futásként járja be. Elsőként itt van mindjárt a kiállítás tematikája, az erdő, a rengeteg, mindazokkal a konnotációkkal, melyek hozzátapadtak a fogalomhoz az európai történet és kultúrtörténet évszázadaiban. Gondoljunk csak Dante erdejére az ember élet útjának felén, a pokol felé indulóban. Aztán ott van a Burnhami erdő Shakespeare Macbethjében, vagy a valóságos és szörnyű Katyini Mártír rengeteg. Hogy is énekli Hobó? Mesél az erdő. És ha a kiállítás angol címadóképére tekintek, Out of Darkness, engedtessék meg, hogy Brecht szavait, az Arturóiból, ami így hangzik ott, hogy és kinek gondolna harmadik Richardra, kissé Elferditre így idézzem, és kinek gondolna a radványi sötét erdőre. Kettes. Esebánki életkorának megfelelően már a virtuális, a gépi valóság benszülöttjének tekinthető. Képi világa sokszor és sok párhuzamot kínál a Matrix univerzumával, a science fiction vizuális világával. Ha a vízparti dobkok és tégek témáját körbejáró képeit nézzük, ezek jó része ott a belső teremben látható, mintha egy egyszerre ismerős, mégis idegen metaverzumban járnánk. De akár meg is fordíthatom. A földi környezetről, a mi világunkról van ugyan szó, csak nem emberi az optika. A predátor vagy holmi gépi szem optikája facsarja idegenné a színeket, felvillantva egy poszthumán kor kevéssé vágyott vízióját. Hármas. A 20. század művészete természetesen nagyon sok aspektusból vizsgálható. Az egyik ilyen minden bizonnyal a mimézis és absztrakció viszonya a művészettel, a valóság illúzióját keltő és a konkrét, nonfiguratív művészet kettőssége. Ha a skála egyik végére a pusztán önmagát kifejező művészi formát képzeljük, legyen akár a szuprematizmus végletesen leegyszerűsített szikárfehér négyzete, vagy az emocionális, látszólag magától könnyedén futó érzékletes gesztusvonal, akkor a másik végpont minden bizonnyal a szuper vagy fotorealizmus tűpontosan utánzó illúzió világa. E skála mentén nem érdektelen Esebánki képeit kissé alaposabban is megfigyelni. Jól lehet, a képek kiindulása, mintha a valóság lenne, de nagyon erősen tapintható Ákos konstruktív, geometria iránti vonzódása. A fák, mint téma, jószerivel ürügye pusztán a függőleges vonal képi ritmikájának.
S ha a képszerkezet követi ugyan a vonalperspektíva illuzórikus valóságát, rendre csempész a képbe hangsúlyos gesztusokat, hogy érzékeltesse a képi geometriájé az elsődleges szándék. Ilyen például a távoli fények kettes számú képén az a vízszintes sárga vonal. A chic konstruktivizmus további lépéseként az Out of Darkness-ben aztán már egyértelműen ki is jelöli a képi részleteket, mint önállóan és megélő vonalkonstruktivista alkotásokat. És ezen a ponton, kilépve a táblaképfestészet világából, érdemes az installációban megragadott feszültségről és dinamikáról is szót ejtenünk. A natúrforma az objet trouvé immanens természetességét nagyszerűen ellenpontozza a plasztik, a művi világ geométer rendezettsége. Az elemző logikája már csak olyan, hogy szereti és keresi a párhuzamokat, kiemelve aztán persze a különbözőségeket, az egyedit is. Ha három a magyar igazság, akkor itt ráadásként még beszélnék arról, hogy Esse Bánki művészetéhez közeli világként érdemes megemlítenünk Anselm Kiefer építészeti tereit, vagy a magyar pályatárs Szűcs Attila vonatkozó képeit. Ilyen például az éjjeli játszótér, a vörös szoba. Miközben a képeken a figura nélküliség, a baljós üresség, a horror vakúi az úr, mégis mélyen és igaz módon humánus művészetről van szó, ahol pont a hiányzó ember és éppen hiánya által válik a középponttá. És a különbség? Leginkább a fénykezelésében tetten érhető. Kiefer képein szinte teljesen hiányzik a fény. Szűcsnél az álom és nosztalgia lágyan fakó lámpása világítja meg a teret. Esse Bánkinál azonban berobban a fény. Robaja szinte kiszakítja a vásznat. Azonban azt, hogy ez a fény, az erdei tisztás megnyugtatóan hivogató ígérete-e, vagy az a bizonyos legvégső átjáró, visszavonhatatlan és végleges fényessége, azt ki-ki maga dönts el. Egyúttal kérem, lépjenek be Esse Bánki Ákos gazdag és nagyon egyeni világába. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Ákosnak is köszönöm a mikrofon állításában nyújtott segítségét, és ezúttal a galériánk hagyományaihoz híven szeretném is felkérni, hogy ő is legyen kedves néhány szót szólni. Esse Bánki Ákos, tiéd a szó. Először is nagyon szeretném megköszönni Nemes Gábornak a megnyitót, és nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy eljöttetek a kiállítás megnyitóra, pláne így ebbe az időben, mert erre a szakadó esőre ezért abszolút nem számoltunk. Nagyon, tehát az ember, mint alkotó, mint képzőművész, elsősorban az ember arra gondol, hogy ez egy magányos elfoglaltság. Van része, ami nagyon fontos, a magány, de amikor megszületik az alkotás, és azt meg szeretné az alkotó mutatni, a művész, akkor nagyon fontos az, hogy egy megfelelő, egy nagyon jó csapathoz tartozzon. Nekem itt ebbe a galériában egy nagyon jó csapatom van, és nagyon fontosnak és nagyon eredményesnek tartom ezt a kiállítást is, mint az elmúlt években itt kiállított és bemutatott munkáimat is. Az installációról szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy a festmények és az installációk párhuzamba voltak egymással, tehát időrendben is egymás mellett alakultak. Egymással így koherensek, ám bár én is most látom itt először együtt őket, és ez számomra így új utakat nyit meg, nagyon inspiráló, és hatnak számomra is így a kép és a installáció. Tehát teljes mértékben így koherensnek érzem a két dolgot egymásnak. Nagyon nagy segítséget kaptam
a létrehozásába a galéria csapatának, tehát hogy azt nagyon szeretném megköszönni, illetve Majoros Áron szobrászművész barátomnak azt, hogy a szerkezetét, amit én kitaláltam, vagy vizuálisan így létrehoztam, segített a szerkezetet így megteremteni, és azt, amit én így elképzeltem, ez így valósággá tudott válni. Az is még izgalmas az installációval kapcsolatban számomra, hogy itt született meg, és Borsos Misivel, a galéria vezetőjével rengetegszer különböző kísérleteket tettünk, hogy hogyan tudna ez igazán jól működni, hogy tudna egy igazi egységet adni maga ez a installáció. És én még úgy soha nem jártam, hogy a galériába született meg végülis a végső mű, és hogy együtt való gondolkozás alapján jött ez létre. Tehát ez nekem egy nagyon új és érdekes tapasztalás volt. Én ezeket szeretném, tehát szeretném ezeket megköszönni, ezt a lehetőséget és azt, hogy itt vagytok, és nagyon szeretném a feleségemnek, családomnak is megköszönni így a türelmet meg a kitartást, hogy ez a kiállítás létre tudott jönni. És hát a kiállítás mellett egy nagyon fontos dologra is szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy május végén könyvbemutatóm lesz itt a galériában, tehát már hosszasan dolgozunk rajta így együtt így a galéria csapata, hogy egy monográfiám fog születni. Ennél is azért nagyon fontos volt a komoly csapatmunka is, és hát most nagyon, én is nagyon izgatottan várom, hogy fog a maga az album, a művészeti album így megjelenni. Úgyhogy szeretném megköszönni mindannyiatoknak. Köszönjük. Természetesen továbbra is folytatódik Rozsnai Miriam Eszter impresszió-reflexió sorozata az online térben. Így kérem Önöket, hogy továbbra is kövessék figyelemmel galériánk weboldalát és Facebook oldalát. Valamint, mint ahogy Ákos már említette, örömmel jelentjük, hogy valóban május végére várható Ákos monográfiája a galérián gondozásában. A könyv tipográfusa Gál Barbara, a nyomdai munkálatok pedig Fekete Viktor Iván szakértelmére vannak bízva, úgyhogy azt gondolom, hogy most május végéig rajtatok a világ szeme. Egy egészen a galériánk alapítása idejére visszanyúló tradíció újjászületésének lehetünk most tanúi. Ugyanis szokás volt nálunk, hogy a kiállító művészt meglepjük egy róla készült portréval, melyet édesapám a galéria vezetője készít. Most ennek lehetünk szemtanúi, így szeretném megkérni Rozsnai Miriam Esztert, hogy legyen kedves átadni Esebánki Ákosnak a róla készült portrét. Jó nagyra nőttél, Ákos. Ahogy Eszter mondta, kimagasló, ugye ezt a szót használtad. Ugyanakkor, hogyha körbenéztek itt a galériában, akkor látható, hogy Ákos művészként is növekszik és felfelé tör. Úgy vélem, hogy rálépett a festőóriások útjára. Gratulálunk neked, és ahogy említetted, nagy szerencsétek van, mert a kiállítás kurátor és a galéria vezető maga is alkotó művész, úgyhogy fogad szeretettel köszönöm, a galériától. Szépen, és további sikereket. Köszönjük szépen! Természetesen, mint ahogy már többször hivatkoztunk rá a mai este során, ez a kiállítás megnyitó is egy csapatmunka eredménye. Egy kiváló összeszokott csapat dolgozott ezen a kiállítás megnyitón is, és dolgozik remélhetőleg a jövőben is a további kiállítás megnyitókon is. Nagyon szépen köszönjük Lévai Miklósnak a folyamatos magas színvonalú élő közvetítéseket, Sárközi Adriennek a kiváló fotográfiákat, Dr. Pintér András Ferenc Pafnak a tipográfiát, Majoros Áron Zsolt szobrászművésznek az installáció fa elemeiben nyújtott segítségét, Szentesi Éduának az előkészületeket, Tóth Ágnesnek és Kun Évának a rengeteg-rengeteg sok segítséget.
és végül, de abszolút nem utolsó sorban Fige Zsuzsinak remek fényeket. Nélkületek ez nem menne. Unikális lehetőség itt a galériánkban, hogy lehetőség van személyesen a kiállító művésztől, illetve a kurátortól kérdezni, személyes tárlatvezetést kérni adott esetben. Javaslom önöknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, faggassák nyugodtan Ákost, illetve a kiállítás kurátorát, édesapámat, nagy örömmel állnak a rendelkezésükre. További nagyon jó időtöltést kívánok önöknek a galériában, élvezzék a tárlatot, és ne feledjék, amennyiben egy-egy mű annyira a szívükhöz nőtt, hogy esetleg szeretnék hazavinni, mi erre is biztosítunk lehetőséget. Jó szórakozást! Thank you.